Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk sportszeleccionáló műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Egy ezüst és két bronzéremmel tért haza a gimnáziádéről Barna Bianca. A 10. helyen fejezte be a bajnokságot a Nyíregyháza Spartacus. 2 évvel meghosszabbította szerződését a Kékcápáknál Pető Ákos. 36 csapat részvételével rendezték meg a kezdődobás 3. tornáját. Bajnokként zárta a szezont a Nyíregyházi Tekeklub ifjúsági csapata. Egy ezüst és két bronzéremmel tért haza a franciaországi gimnáziádéről Barna Bianca. Urbin Tamás tanítvány a jövő hétvégén a korosztályos országos bajnokságon Szálmedencébe. 69 ország vett részt ezen a versenyen, 19 sportágban versenyeztek a fiatalok, illetve hát a parasportot belevéve és 20 sportágban mérték össze tudásukat. 3664 induló volt, egy óriási ifjúsági találkozói sportesemény is volt természetesen. Én azt mondom, magyarok szereplése, főleg az úszásban minden reményt fölülmúlt, 22 aranyéremből 19-et az úszók szereztek. Te nem tudtál ott lenni Cannesban, mennyire lepett meg Bianca szereplés, hiszen ő főként mellúszóként van elkönyvelve, ehhez képest egy mellúszó bronzérem mellett egy vegyes ezüstere és egy pillangó bronzat ért haza Franciaországból. Mi tudtuk ezt, hogy ő több számos úszó is lehet, és mindenképpen készülünk mindenféle formában. Abban, hogy legfiatalabbként, tehát 2006-osként utazott ki, és 2005-ös és 2004-esek is voltak ebben a korosztályban, érmet is tudott nyerni, ez mindenképpen nagyon jó fegyvertény. Az, hogy a hosszabb mellúszó számokban, illetve a hosszabb versenyszámaiban, az azt mutatja, hogy a felkészülésünk jó irányba zajlik, menni kell innen tovább. Mire kell odafigyelni a felkészítésekor, hiszen nemrég volt a felnőtt országos bajnokság, most ez a verseny 10 rajtal 5 számban következik a Diákolimpia, korosztályos országos bajnokság, ifjúsági Európa bajnokság, tehát gyakorlatilag nincs is idő pihenni. Sajnos nincs, de valahova kell, hogy tegyünk pihenőt, mert nagyon komoly kihívások vannak, ezért a versenyszámok és a versenyek között kicsit osztályozunk is, de ahogy mondtad, jön az OB, tehát az ő korosztályos országos bajnoksága Kaposváron, ahol nagyon komoly hozzáállást és nagyon komoly versenyszámok, sőt váltóba is neki indulni kell, a csapatot is képviseli. Én úgy gondolom, hogy egy jó szereplés után rá egy hónapra az IFI Európa bajnokság ugye Romániában, és ha lehet, akkor utána egy kicsi pihenő. A többi felkészülés lehet, hogy nem áll meg, ugyanis megrendezik az ifjúsági világbajnokságot is, itt a közeli Peruban, és az augusztus végén indul. Nem tudjuk még a magyar csapat összeállítását, nem tudjuk a kontingenst, hány ember, hány fővel. Én úgy gondolom, hogy ha egy nagyon jó szereplést tudunk az EB-n felmutatni, akkor jó eséllyel a junior VB-re is pályázhat. Ehhez viszont egy egész nyarat végig kell dolgozni. 5 számban álltál rajtkőre, milyen reményekkel utaztál? Nem fűztem hozzá túl nagy reményeket, nem tudtam, hogy milyenek lesznek az ellenfelek, és hogy milyen időkre számítsunk, hogy én is milyen formában leszek, illetve ők is milyen formában lesznek, de szerintem úgy magamhoz képest is jól teljesítettem. 2 számban is tudtam egyéni csúcsot úszni, ami egyébként nagyon jó teljesítmény szerintem. És nem mellékesen 3 éremmel tértél haza, egy az üstel és 2 bronzzal, mondjuk a 200 mér bronzérme nem meglepő, de a 200 pillangó bronz és a 400 vegyes ezüst érme egy picit azért talán számodra is meglepően hatott. Igen, az nekem is nagy meglepetés volt igazából. Arra számítottam, hogy döntőbe jutok, így ahogy láttam a nevezéseket, viszont az időre én sem számítottam, hogy ilyen jól tudok majd teljesíteni. Mind a kettőn ugye a 200 pillangón is és a 400 vegyesen is egyéni csúcsot tudtam úszni. Ezek a középhosszú távokhoz tartoznak így medencében. Most az állóképességem meg volt hozzá, és szerintem így az erő is, úgyhogy ezért szerintem tudtam ilyen időt úszni. Milyen volt egyébként az úszóversenyek hangulata? Nagyon jó volt a magyar csapat, nagyon bíztatta egymást. Támogattuk egymást, nagyon összetartó volt mindenki, és próbáltunk minél jobb hangulatot csinálni és szurkolni egymásnak. Sokat nem pihensz, hiszen Diákolimpia döntő, aztán ifjúsági bajnokság következik Kaposváron. Milyen számokra koncentrálsz ezeken a versenyeken? Nyilván a 3 mellúszó száma, ami nekem nagyon fontos, mivel az ifjúsági Európa bajnokságon azokban szeretnék majd indulni.
azokat meg is kéne nyernem, hogy biztosabb tagja legyek a csapatnak, illetve majd ott a váltóban is tudjak indulni. A 10. helyen zárt a bajnokságot a Nyíregyháza Spartakusz. Feszkó Tamás együttese 13 győzelem mellett 11 döntetlent játszott és 14-szer szenvedett vereséget. Csalódás, mind a helyezés, mind a mutatott játék a bajnokság második felébe. Két részre bontanám, hiszen a válogatott szünetig a tavaszi bajnokság feléig első-második voltunk a tavaszi eredmények alapján, ha a Vasast megverjük, akkor elsők vagyunk. Viszont a válogatott szünet utáni következő etapban hiába volt meg sok mérkőzésen a játékunk, sok helyzetet kialakítottunk, az eredmények egyáltalán nem jöttek, úgyhogy az nagyon nagy csalódás. Mitől változhat meg bajnokság közben egy csapat teljesítmény ennyire? Ugye ellenfelek függvénye is azért, hiszen a bajnokság első felében azokkal a csapatokkal találkoztunk túlnyomó részt, akik a feljutásért küzdöttek. Ugye tényleg a két legjobb mérkőzésünk pont a Diózsőr és a Kecskemét ellen volt. A második részében pedig azok a csapatokkal találkoztunk, akik inkább a bemaradásért küzdöttek, akik ugye inkább mélyen védekeztek. És sajnos a játékos állományunkban nem voltak olyan kreatív játékosok, akik a mélyen tömörülő védekező csapatokat fel tudják törni, ha pedig feltörtük őket, akkor ezek a helyzetek rendszerint kimaradtak. Úgyhogy még azok a csapatok, akik a élbolyhoz tartoztak, azért ellenük többször azért középső zónában védekeztünk, és a blokkontrából alakítottunk a helyzeteket. Tehát ez nagyon befolyásolta az eredményességünket. Mekkora gondot jelent ez, nem is két, hanem inkább három laki élet, hiszen a Volán pályán öltöztök, a Örökösföldi pályán edzettek, és Balmazújvárosban játszottok, meglehetősen kevés az itthonhoz képest, kevés nyíregyházi szurkoló előtt. Ugye nagyon nem egyszerű, de kifogásokat nem akarunk keresni, de azért a hétköznapokban meg fejekben benne van, hogy már megint kocsiba kell ülni, megint buszra kell szállni. Azért ez napról napra azért hagy nyomokat, de ezt mindenki tudta, amikor ezt vállalta. A legnagyobb probléma inkább az, hogy Balmazújvárosban játszottuk a mérkőzéseket, és tényleg nem éreztük egyszer se a hazai pályát. A futball hangulat kétszer volt talán, a Vasas meccsen és a Diózsér meccsen, amikor a hazai pályán játszottunk. Pont ugye a játékosok mesélték, hogy milyen jó volt, hogy 25 szegedi szurkoló eljött Balmazújvárosba, és hogy már hangulatot tudtak csinálni. Úgyhogy az biztos, hogy nagyon-nagyon hiányoztak a szurkolóink. Bízunk benne, hogy a következő szezonban mi is tudunk ezzel ellen tenni, hogy legyenek minél többen, valamint találunk olyan megoldást arra, hogy ne kelljen ennyit utazni egy spari meccset senkinek. Nagyon sokan azt mondják, hogy ez a 20 csapatos NB2 nagyon nehéz, nagyon meg kell küzdeni minden pontért, minden győzelemért. Így érezted? Ez így van, évről évre, ugye a jövő év az, én azt gondolom, hogy még nehezebb lesz, hiszen most volt két kimagasló csapat, ugye a Diózsőr és a Vasas. Mégse sikerült ugye a Diózsőrnek feljutnia, ugye, de a Vasast harmadik évben sikerült, hogy feljusson. Következő évben ugye mind a Gyirmód, mind az MTK szeretne visszajutni egyből. Maradt egy Diózsőr, Győrbe olyan tőkerű szponzor érkezik, aki magyar viszonylatban is meghatározó, NB1-es viszonylatban is. Úgyhogy fel kell kötni a gatyát, hogyha jól akarunk szerepelni, de nem lehet más célunk, mint az, hogy a élbolyhoz tartozom a spari. Milyen keretet szeretnétek összerakni? Ilyenkor még nagyon nehéz, hiszen az átigazolási időszak még csak most kezdődik, játékosokat találni. Ugye három típusú játékost keresünk, ugye kimondottam posztokra. Hát nagyon fontos, hogy legyenek olyan fiatal játékosaink, akikben van tűz, van motiváció, és el akarnak még érni valamit, és a pályafutásuk elején járnak, és szükségük van egy olyan csapatra, ahol komoly célok vannak. Kellenek azok a rutinos játékosok, akire a fiatalok fel tudnak nézni, tehát akik már több NB1-es mérkőzéssel rendelkeznek, és igenis ki kell mondani, hogy 30 felett vannak, de tudnak még segíteni. Több okból is fontosak, mert vannak olyan mérkőzésnek olyan időpontjai, amikor lehet, hogy pont ők tudják kihúzni a csapatszekerét a gödörből, valamint a fiatal játékosok tudnak tőlük tanulni mind edzésen, mind mérkőzéseken, tehát test közelből látják azt, hogy milyen egy harcedzett játékos. Valamint azért a 25-29 közti korosztály is nagyon fontos lenne, ami kevés volt az öltözőben, hiszen minden csapatnak a gerincét ezek a játékosok adják, és meghatározónak kell lenni, akikre lehet építeni, akikben még van jövőkép, és tényleg ők is pozitívan gondolkodnak.
Vannak-e már biztos távozók és esetleges érkezőről lehet-e már tudni? Ugye 8 játékosnak járt le a szerződése, ebből 2-vel nem hosszabbított a klub. A másik 6 játékosnak meg ugye tegnap tárgyalt a klub, akiket szeretne megtartani. Úgyhogy várjuk annak a 6 játékosnak a válaszát, hogy továbbra is Spari Mezőn képzeli a jövőjét. Valamint vannak kiszemeltjeink, akikkel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és ugye bízunk benne, hogy minél gyorsabban kialakul a jövő évi keret. Mikor kezdődik a felkészülés? Június 20-án már edzés lesz, hiszen azért lesznek új játékosok, meg van bőven mit gyakorolni és felkészülni a szezonra, hiszen még keményebb szezon lesz, mint az előző volt. 2 évvel meghosszabbította a szerződését a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks csapatánál Pető Ákos. A 37 éves szakembert a múltról és jövőről is kérdeztük. Voltak olyan periódusok, amikor főleg az elején kicsit nyögvenyelős volt, illetve negatív volt a dolog, de kiegyenesedtünk, és úgy gondolom, hogy a végére abszolút nem lehet panaszunk, és nem szeretnénk tehetetlenek lenni, hiszen újonc csapatként azt gondolom, hogy a minimális célt elértük, és mondhatni magabiztosan, hiszen play-out nélkül sikerült elérni a bentmaradást. 5 év szünet után szerepeltek ismét A-csoportban a nyíregyháziak, így a nyíregyházi magyar játékosok is, a légiósok újak voltak. Mi jelentett a legnagyobb nehézséget abban a tekintetben, hogy megtaláld azt a játéstílust, azt a csapatot, amelyik így tudott szerepelni? Ami nehézség volt, hogy valóban a légiósok abszolút nem ismerték a magyar mezőnyt, illetve a magyar játékosaink ismerték, viszont régen vettek benne részt, és ez dupla nehézség volt, hiszen a magyarokat kellett egy olyan szintre felhozni, ami az A-csoportnak megfelelő, illetve a légiósokat is bele kellett tanítani úgy idézőjelbe abban a ritmusban, illetve az ellenfelekbe. Bár akkor nyilván segít, hogy azért az amerikai játékosok egyetemi bajnokságban itt-ott azért már játszottak egymás ellen, de ezek ilyen részinformációk. Úgy gondolom, hogy ez a végére azért sikerült összehozni, hogy nagyon jó kémiája lett a csapatnak. Igaz, hogy ehhez kellettek erősítés szintjén egy igazolás egészen a szezon elején, illetve a kémiát, hogy rendbe tegyük a végén az alonzókkal, mert nagyon sokat segített a csapatnak. Mennyiben lett erősebb az elmúlt években az A-csoportban a kosárlabda? Nagyon sokat erősödött, több dolognak is köszönhető. Az egyik az, hogy a magyar válogatott játékosoknak azt mondom, hogy a 90-95%-a itthon játszik, tehát ez emeli a bajnokság rangját, illetve úgy gondolom, hogy nagyon jó légiósokat tud a magyar bajnokság bevonzani. Talán, sőt biztos, hogy nem a top európai színvonalat, de az alatt közvetlenül is ez egy nagyon jó, hogy mondjam, ugródeszka a légiósoknak. Szeretnek is idejönni, hiszen innen tovább tudnak állni. Tehát úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat segített, illetve az, hogy a magyar csapatok az utóbbi pár évben a nemzetközi kupát igencsak előszeretettel vállalják, és emiatt is jobb légiósok tudnak jönni, illetve olyan ritmust tudnak játszani, például idén a Falkó, tehát egy abszolút BL ritmust tudtak játszani, és sajnos éreztük is a bőrünkön. De ez mind hozzájárul ahhoz, hogy fejlődjük a magyar bajnokság. Gondolom, te nem fogsz pihenni, hiszen össze kell rakni az új szezon csapatát. A kosárlabdában lehet azt mondani, hogy az a gyakorlat, hogy szinte az egész keret kicserüldik. Nagyjából így lesz ez nálunk is. Milyen hetek várnak rá? Igen, valóban a pályán a munka az befejeződik, viszont a pályán kívül most gyorsulnak fel az események. Illetve hát olyan szempontból érdekes, hogy még azért a bajnokságok, illetve a magyar bajnokság is tart. Tehát tárgyalások vannak, viszont úgy gondolom, hogy megegyezések azok még egy kicsit el fognak tolódni, hiszen nem lehet tudni, hogy melyik csapat fog nemzetközi kupát játszani, melyik csapat szerepel esetleg nem tud érmet szerezni, és ezzel az elvárásoktól elmarad. Tehát ilyen szempontból egy kicsit képlékeny lesz a piac. Dolgozunk az ügyvezetővel, hogy tudjuk erősíteni a csapatot, illetve együtt tudjuk tartani, akikkel úgy látjuk, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni, ez még a jövő zenéje. Az már eldőlt, hogy a Pécs esett ki az A-csoportból, szerinted kinyeri a bajnokságot? Én azt mondom, hogy ha sérülések nem lesznek, akkor a Falkó Szombathely, de úgy gondolom, hogy a Szolnok is egy nagyon erős csapatot épített fel, kupa győzelmük nem volt véletlen, tehát én most azt mondom, hogy egy Szombathely-Szolnok döntőt várok, és ott a Szombathely fog győzedelmeskedni. 37 csapat részvételével rendezték meg a Continental Arénában a kezdődobás program 3. megyei tornáját. A cél a kézilabda népszerűsítése és ezáltal a sportág bázisának szélesítése.
Most a legtöbb csapat a szatmári térségből érkezett. A úgynevezett szatmáruse fehérgyarmati, egyébként a szatmáruse csapat is fehérgyarmati. Csengerből érkeztek csapatok, Ópáiból érkeztek, Mátészalkáról érkeztek csapatok. Ettől függetlenül egyébként ebbe ez az úgynevezett U8-U9-es egyes csoportot rendezi a mi megyei szövetségünk. Saját hatáskörben mindent mi csinálunk, mindent mi fizetünk. Ez az MKAS utánpótlás szakágának a kidolgozása és megbízása alapján történik. Természetesen nagy szeretettel fogadjuk őket, és foglalkozunk a legkisebbekkel is. Annyit kell tudni erről az U8-U9-es kis utánpótlás mérkőzésekről, hogy ez egy úgynevezett kisiskolás fesztivál keretében zajlik le, ahol 4 pályát látunk. 3 olyan kialakított pálya van, ami kapukkal el van látva. Itt folynak a bekategorizált mérkőzések. Minden csapat 2 mérkőzést játszik egy nap alatt, és közben a 4. pályán a versenyigazgató helyettesünk Márkus Gizella foglalkozik a legkisebbekkel, amikor mérkőzést nem játszanak, az ott kialakított pálya szerint szerettetik meg vele a kézilabdát, illetve a labdás játékot. A MKS-nek nem titkolt célja az, hogy az utánpótlásban a legkisebbektől kezdve megszerettesse a kézilabdát, és ez arra is nagyon fontos, mert maga a csapatsportok, és ezen belül a kézilabda nagyon nagy támogatást élvez a kormány részéről is, és úgymond időben elkezdjük, így tudunk tehetségeket, és így tudunk egy kicsit előrébb lépni majd a kézilabdába. Nyilvánvalóan az erre ráépülő további U10-es és feljebb lévő korosztályok adnak lehetőséget arra majd, hogy beépüljenek az NB-s keretekbe. A terem kézilabda idén lassan véget ér, viszont nyáron ott a strand kézilabda. Mivel készül a megyei szövetség a nyára? Először is ugye a Humbicsel, amit már meghonosítottunk, 2 éve megrendeztünk, a COVID-19 ellenére is tudtunk, engedélyt kaptunk rá, nagy sikerrel tudtuk megszervezni. Részt vettek benne utánpótláskorú játékosok és felnőttkorú játékosok. Most szeretnénk a 3. Humbics nevezető tornánkat Nyíregyházán a Sóstó-Gyülfürdő területén megrendezni. Szintén teljes körűen, mind utánpótlás, mind pedig felnőtt korosztályban. Ezt július 2-3-ai időpontra tervezzünk. És a strandkézilabdában, a strandkézilabda albizottságnak a felkérése alapján egy úgynevezett utánpótlás kiválasztó tornát is rendezünk. Ez június 16-án lesz ez a torna, ahol tulajdonképpen olyan szintű játékosokat szeretne az MKS kiválasztani, akik szintén válogatott szinten képesek arra, hogy ezt népszerűsítsék, ezt a sportágat. Egyre inkább beépül ez már a kézilabdába, a strandkézilabda. Ez egy szórakozás, sport és játék. Fehérgyarmatról 8 csapat érkezett, ez azt jelenti, hogy ilyen széles az utánpótlás bázis a városban, vagy pedig szeretnétek, ha még szélesebbé válna? Hál' Istennek nagyon szélesen fel tudjuk ölelni a fiatalokat erre a sportágra. Igaz, hogy vannak más sportágak, amelyek már elszippantják a már első másodévben a fiatalokat, de hál' Istennek még eddig minden egyes korosztályban tudtunk kiadni egy-egy csapatnyi játékost, úgyhogy itt minden egyes korosztályban lányok és fiúk tekintetében meg tudunk mutatkozni csapatként. Milyenek a tárgyi feltételek, van elég tornaterem pálya a városban? A tárgyi feltételeink nagyon jók, tehát akár a Kölcsei, Ferenc Református Hátos Iskola és Ovoda, nagy csarnoka, ugye, amit újonnan kaptak, illetve a városi sportcsarnok áll rendelkezésünkre. Most egy kicsikét a háborús helyzet miatt természetesen ezek egy picikét áttettek adva a honvédségnek, de ennek ellenére nagyon rendesek voltak az iskoláink, a helyi iskolák. Például a közgazdasági Petőfi Sándor iskola, tehát a Petőfi Sándor Technikum átadta a tornatermét egy-egy edzés megtartására, ugyanígy a Bárdos iskola, tehát a minden egyes iskolánk a fehérgyarmati térségben hozzájárul most ehhez, hogy felkészülésünk az akadálytalanul mehessen. Ez a 3. tavaszi rendező, milyenek az eddigi tapasztalatok, mennyire vevők a gyerekek ezekre a tornákra? Hát szerintem látszik rajtuk, hogy lelkesek, nem is kell őket buzdítani, a szülők jönnek, támogatnak minket,
úgyhogy magára az edzésre is nagyon szívesen jönnek, játékosan próbáljuk őket fejleszteni, úgyhogy próbáljuk őket csábítani, nem más sportágaktól el, hanem inkább megmutatni nekik a kézilabda alapvető ugye, mozgása által a kis csinyát, binyát, és ezeket nagyon szeretik, élvezik, úgyhogy szívesen jönnek. Bajnokként zárta a szezont a Nyíregyházi Teke Klub ifjúsági csapata az NB1 keleti csoportjában. Az NTK 19 győzelem mellett mindössze háromszor szenvedett vereséget. Már tavaly is látszott, az ifjúsági csapat nagyon együtt van, tehát egymásért játszanak, szeretik csinálni, és így segítik egymást. Tehát ha az egyiknek véletlenül nem is ment annyira, de a másik jobban ráhúzott, és akkor így tudták hozni. Ennyire, tehát ilyen magas szintű eredményre nem számítottunk, mert hát 8 ponttal nyerték meg a bajnokságot, tehát már az utolsó 4 meccs már nem volt nekiek fontos, mert akkor bajnokok voltak. A felnőtt csapat jobban reflektorfényben van, mit kell tudni az ifikről, mennyien vannak, milyen az utánpótlás, ők mennyit edzenek? Ugyanúgy edzenek, mint a felnőttek, ők vannak 3-an most az utánpótlásban, már olyan szinten játszanak, hogy az utánpótlás csapatból 2 már mind megmérettettek a felnőtt csapatba is, és nem is rossz eredménnyel. Azért nevesítsük a srácokat. A legfiatalabbak közöttük az ifjú Szolika Miklós, ő még csak 13 éves, most lesz 8. osztályos. A középső az 14 éves, az a Végvári Krisztián, ő most fejezte be a 8 általánost. A Molnár Dávid, ő a 16 évet betöltötte, ő Széchenyi közgazdaságiban jár 2. A Teke nem egy látvány sportág, nem labdajáték, mennyire nehéz utánpótlást találni, mennyire nehéz becsábítani a gyerekeket? Nagyon-nagyon nehéz. Tavaszi szezon alatt is Arany János gimnázium, általános iskola gimnáziumból többször jöttek minden osztályok, hogy legalább 2-3-at ki tudjunk belőlük válogatni, de nagyon sajnálatos módon senki nem maradt meg. Tehát nagyon nehéz, országos szinten is nagyon nehéz a Tekében az ifjúság nevelése, de itt Nyíregyházán, Szabolcsban meg kimondottan nehéz. Egyszerűen nem akarnak mozogni ilyen szinten a gyerekek, csak a labdarúgás, meg a kosárlabda, tekézni nem akarnak jönni. Beszéljünk egy picit a felnőtt csapatról, ők 9-ek lettek az NB1 keleti csoportban, ennél az eredményt talán egy picit jobbra lehet számítani. Mi is jobban számítottunk, de mikor az első 3 meccset itthon megnyertük egymás után, vérmesebb reményeink lettek, de sajnos utána jött az igazság, hogy pont majdnem mindig annyian voltunk, ahányan el kellett játszani kellett, tehát cserénk nem volt, és így nehéz volt olyan játékosokat lecserélni esetleg, akik úgy gyengébben ment, de soha nem tudtunk úgy tisztességesen felállni, ahogy szerettünk volna, mindig valaki beteg volt, munkahelyi ezek a játékosok már egy picit idősebbek. Tehát őknek ilyen munka van, munkahely van, család van, és nehéz mondani nekiek, hogy inkább gyere tekézni, mint a család vagy munkahely, tehát inkább azt válasszák, és ezért vagyunk mi nagyon hátrányos helyzetben, hogy egyszerűen pont annyian vagyunk, amennyi kéne, vagyis hát a csapattagok, de igyekszünk, hogy minél pozitívabban megoldjuk a dolgokat. Következik a nyári szünet, mi lesz a nyári program? Májusban befejeződik az edzés, és majd csak augusztus 1-én folytatódik tovább, de addig sem fog pihenni a tekepálya, ugyanis éppen ma kaptam meg az értesítést, hogy a tekepálya hátsó részét, tehát a gépészetet és a pályát a város által a NyírVV fel fogja újítani teljesen, ugyanis tudni kell, hogy lejárt a pályának a hitelesítése. És ezért már nem... Tehát nincs hitelesítése, és így nem alkalmas az NB-s bajnokságra, ezért fel kell újítani. Tehát vannak olyan kritériumok, amit meg kell csinálni, de most ígéretet kaptunk, hogy most meg fogják csinálni. A 16 éved, de te vagy a bajnok csapat legidősebb játékosa. Ugye a Tekéről nem lehet azt mondani, hogy a legnépszerűbb sport a fiatalok körében. Te hogy kötöttél ki a Teke mellett? Egy barátomnak a szülinapján kipróbáltam a bowlingot, és innen jött, hogy akkor ki szeretném próbálni a Tekét. De előtte kosaraztam, fociztam, mint mindenki más. Mi a szép ebben a sportágban, vagy te mit találsz szépnek benne? A csapat, hogy küzdünk egymásért minden meccsen, viszonylag egyéni sport, de mégse az, mert a végén a csapat teljesítménytől függ az eredmény, és ez ennyi.
Milyen céllal vágtatok neki a bajnokságnak, és mikor kezdtetek hinni benne, hogy meg lett az aranyérem? Ifi szinten így kezdtük a szezont, hogy megszerettük volna nyerni az egész bajnokságot, mivel egy felsőbb osztályból estünk ugye ki, és gondoltuk, hogy ezt meg kéne csinálnunk, legalább ennyit, és igazából az első meccsek jól mentek, és bíztunk benne, hogy sikerülni fog, és sikerült is. Játszottál már, szerepeltél a felnőtt csapatban, és mikor érhetsz el oda szerinted, hogy már állandó tagja legyél a felnőtt csapatnak, és ő meghatározó szerepet töltsbe benne? Én úgy gondolom, hogy attól függ, hogy ki fogják alkotni a felnőtt csapatot jövőre, de ha rendesen fogok edzeni, és próbálkozok mindent megteszek, akkor elég hamar eljött az az idő, hogy kezdő csapat tagja lehessek minden mérkőzésen. Ennyi fértem a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.